a 80-as évek legendás, öt bajnoki címet nyert Budapesti Honvédjének középcsatára, aki légiósként szerepelt a spanyol élvonalban, a Las Palmas csapatában is. 24 alkalommal pályára lépett a magyar labdarúgó válogatottban. Edzőként több mint 20 csapatot vezetett. A többek között a BVSC, a Haladás, a Békés a Debrecen, a Sopron, az Alaegerszeg együttesét. Volt Gelei segítője is a nagy válogatottnál. Vele beszélgetett a Nemzeti Sport főszerkesztője Szőlősi György a Felcsúti Páncsó Arénába. Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a célfotó nézőit innen a Páncsó Arénából. A vendégem egy olyan labdarúgó személyiség, aki játékosként, edzőként is eljutott a válogatottságig, ha lehet így fogalmazni, külföldön is szerepelt. Mindenképpen olyas valaki, akinek a futballkarrieréről és az edzői pályafutásáról is bőven lesz lehetőségünk beszélni, mert van miről. Szeretettel köszöntelek, Dajka László a mai vendégünk. Én is köszöntelek téged és a nézőket is. Kezdjük talán az elején, menjünk sorjában, hiszen Szabolcsi gyerek vagy, ha jól tudom, ha nem tévedek. Nekem az első emlékem egy kártyanaptár 86-ból rólad, amit lehetett akkor a közértben a pénztárnál vásárolni, és gyűjtöttük a világbajnokságon szereplő magyar csapat portréfotóit ezeken a bizonyos kártyanaptárakon, és édesanyám akkor mondta, hogy ő, ő tanított abban az iskolában, ahova te járták Kisvárdán. Úgyhogy ez, a, ez, a, ez volt az első az információ, ami, ami eljutott hozzám. Hát kérlek, hogy részletesebben fejtsd hogy hogyan, hogyan lettél futbalista, hogy kezdődött. Hát keresem itt a szavakat, hogy honnan induljak el. Szabolcs megy a tökéletes, Szabolcsi. Gyerek vagyok, gyereket idézőjelbe teszem. Ezen belül rakom nevű községből, ahonnan származnak más futbolisták is. Tehát értek el sikereket, első osztály válogatottság ebből a községből. Tehát úgy azt mondom, hogy a fiatal éveimet rakom egyháza és környéke, Tokaj a szomszédságban, aztán az általános iskola után pedig Kisvárda, Besenyei György Gimnázium és Szakközépiskola testnevelés tagozat, mert hát mi más? Tehát mi másra jelentkeztem volna természetesen, ahol én dupla testnevelés. Én, hogy te baj. akkor már, mint, mint helyben legalábbis ismert futbolista, aki, aki rendszeresen járt az ifi már, már gimnazistaként is egy, egy sportolónak számított, és egy kivételezett helyzetben voltál, amit akkor a futball adott egy ilyen fiatalnak. Igen, tehát ö, rakom az évek 14 éves koromig, tehát addig majdnem azt mondom, hogy nem is voltam igazott labdarúgó. Nem úgy működött abban az időben, mint most, hogy Seldülő három, eldülő stb. De azért hát, sok mindent az minden megtanultál a futballról 14 ö, éves korod igen, előtt, én úgy az, az gondolom, azt hogy, Én úgy gondolom, hogy ha nem is annyit játszottam grundon, mint öcsi, bácsi, de nagyon sokat. De nagyon sokat, tehát a mi időszakunk is arról szólt, a utcák terek bajnokságáról, aztán, ahogy elkerültem a gimnáziumból, ott egyértelműen azonnal ott leigazoltak a helyi ifjúsági csapathoz Kisvárdán, és egy év múlva, 16 éves múltam, már az MB3-as felnőtt csapatban játszottam, és utána volt MB2 is, és ami nagyon nagy dolog volt abban az időben, mert talán MB3, MB2-ből borzalmasan kevesen voltak ifjúsági válogatottak. Még egyszer mondom, hogy ott Kisváran indult el a pályafutásom, és főleg a ifjúsági válogatott meghívójával. Szövetségi edző Rákosi Gyula volt, tehát nála voltam körülbelül 30 szoros ifjúsági válogatott. Nagyon nagy dolog, nagyon nagy váltás volt az életemben, mert... Mindig csatárposzton a... szerepeltél ebben az időben már? Igen, igen, támadó támadóposzton, egy párszor támadó középpályásként, tehát azért ruganyos voltam, nagyon jó volt a ritmusváltásom, tehát cselezőkészségem úgy gondolom, és a méretemhez képest, tehát nem vagyok törpe, nem vagyok magas, ez a méretemhez képest azt mondták, hogy nagyon jó fejelek.